Hello, sziasztok! Egy unboxing jön. Szerettem volna egy mikrót, mert a régi mikróval ugyan nem volt gond, ugye nem volt gond a mikróval. Pedig azt hitted volna, hogy lesz, hogyha nézed a videóimat, hogy miket robbantottam, égettem a mikróval. És nekem, és teljesen hibátlan, csak nekem ez a bajom vele, hogy hát, ledobta a festéket. És ezzel most vagy lecsiszolom és lefestem, de akkor is csak más lesz, mint a porfestet. De amúgy így hibátlan. Szóval a mikró nem hal meg ezektől a kísérletektől okosan, de csúnya. Szóval szerettem volna egy mikrót, megláttam a Samsungnak a mikróját, azért a Samsungot, mert körbenéztem a konyhába, és úgy látom, hogy a hűtőgépre is ez van írva, és akkor már menjen hozzá, ugye? Ha már egyszer új mikró, a Spárba volt akcióban, 34 ezerért a grilles, 31-ért talán a sima, vagy 32-ért. Ha grilles kell, akkor már a pizzát azt ezzel sütjük, abba az évi kettőt, amit megeszek én ilyen szénhidrát bombát fehér lisztből. És akkor ugye azért nem veszed meg 34-ért rögtön, hanem úgy gondolkozol, hogy nézd meg a neten. Beütöd itt ott tamot, beütöttem én az emagra ugye azt, hogy mindenki ismeri, hát ott mit tudom én 31, volt a 34 helyett. Az ma ugye elgondolkodtat, hogy hát akkor rendelek. Hát most teljesen, hogy én megyek el érte, onnét cipelem, vagy idehozza a futár. Néztem tovább. Azt akkor ugye a mikrotípusokba gyönyörködtem, hogy a Samsungnak ilyen gyönyörű típusai vannak, ez egy MG23K 3515AS. Na most ebből a 23 az a 23 liter, és ha minden igaz, ez a 3515-ből következik, hogy ez grilles, vagy a franc tudja. Az AS, az pedig a színe, vagy nem. Hát ez akril per silver. Szóval fekete per ezüst, vagy valami ilyesmi lehet a színe. De én nem is az emoktól hoztam meg a végén, hanem ugye az árfigyelő, vagy valamelyik ilyen áros oldalon följött 29 ezerért a elektrovilág.hu. Szóval most ez egy webshopos vásárlási teszt. Beregisztráltam és megrendeltem. Hát a csomagolás az a gyári csomagolása a mikrónak, így hozta a Magyar Posta rohadt lassan. Hát ők feladták, de 2 nap a posta. Na mindegy. És mivel Samsung náluk most akcióban, ezért az ingyen jön, magyarul 29 is volt, amit fizetnem kellett. És most leszedjük róla ezt a sok-sok fóliát, ami a csomagolást takarja. Együtt a szét is vágom a gyári csomagolást. Ez az. Na mi van ebben? Ez igen, az elég bátor volt, aki ezt így elküldi a Magyar Postába, mert itt a tányér itt van fölül, szóval ez egy kapázsó keresztbe is törhetett volna akár, de nem. Szóval ez úgy megmaradt. Szerencsére ezt innét le is veszem egybe. Ne törjön már össze. És akkor nézzük, hogy néz ki ez a mikró. Tényleg megy a hűtőgéphez, mert ugye az elég fontos. Nagyon úgy néz ki, hogy az a szín. Valahogy ebből ki kéne hámozni ebből a dobozból. És remélem nem állítottam meg a videót. Sehol nem lehet megfogni. Na, ennyi az egész. Ezt ki is viszem a konyhába, én úgy vagyok vele, hát, úgyis ott lesz, dobjuk le a konyha asztalra. Persze ne szó szerint, most bocsi, hogy így az operatőr az egyik kezem, a másikkal megcipelem ezt a vackot. Na nézzük. Ja, rajta csomagolás azért nem látja a kamera. Elég popás. Hát annyira nem passzol a szín, de úgyis rommá rá van pakolva. Itt vannak mindenféle figyelmeztetések rajt. Hát, annak idején, amikor a mikrofon gyártottunk, így össze-vissza ragaszgattam volna, a Meó visszadobta volna a tény. Ez az. Fólia, ugye itt fekete. Szintén fólia, itt is fólia, és ugye a hozzávalók azok még bent vannak. Hú, de nagyon jól néz ki! Tényleg nagyon pofás kis mikro. Ugye itt van egy használati utasítás, egy grillező,
fém, ugye nem lehet fémet a mikróba tenni, és akkor ez hogyan is van? Mert ugye tudsz olyat, hogy erre rárakod, és akkor grill és mikró. És ennek, hála az égnek, olyan normális grill van fölötte, ez nem tudom, ez az ocsmány ronda kékbe vonat, ez hogy keletkezett, de hát ez ilyen. Mert ugye ez a csúcs mikró, ez a nagyon híres, minek is nevezik, kvarc, vagy kvarc. Kvarcos, hú, kvarcos, mikró kvarcos. De nem lehet tisztítani, most ezt oda befröcsög a retek, ezt hogyan tisztítod sehogy. Ezt lefújod, letörlöd, és kész. Próbáljuk már ki akkor, már ha idáig itt vagyunk. Ezt bele kéne rakni. Ugye a mikrotálfogadót. Vagy forgató, vagy görgőt, vagy nem tudom itt, és hozzuk ide azt az üveget. Még ennyi volt a dobozban, szerintem ez meg egy számla, most ez teljesen mindegy. Ráteszed, bedugod, azt adsz neki. Valamivel próbáljuk ki, hogy melegít-e egyáltalán, vagy fölrobban, vagy szikrázik, vagy halk, vagy hangos. Kék az óra, hát ez retek csúnya. Mindegy, úgy se kell nézegetni szobába, konyhába elmegy. Én nem tudom, ez a kék mánia sose ér véget, ez valami ocsmány, hogyha valami kék. Jó kufa. Tehát ez jól is záródik talán. Aranyos. Na nézzünk a pohár vizet, valamit. Akármit, vagy bármit hideg. Csak hideget, hogy melegítte. Az hideg víz. Nem lehet rakéta tudomány. Mik vannak itt? Eco Stop Start plusz 30. Ennek elég is lesz. Hangos vagy halk. Olyan, amilyen. Gondolom nem megy tovább, ha kinyitom. Folytatja, ha megnyomom. Hú, de bonyolult. Ugye, itt vannak ilyen ezer dolog, ami nem kell egy mikróra, arról van egy nagy könyv, hogy hogyan kell használni. De érdekem, hogy csinálok róla videót, de Keramic Inside, érted? Kerámia bevonat. Kikerázták a mikrót. Ez jó kikerázódott. Na nézzük, írta, hogy ent, fütyül. A víz meg baromi meleg, úgyhogy totál meg vagyunk elégedve, hallottad, huppan. Forró volt a víz, tökéletes. Hát iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmi fontos dologról. Sziasztok!